Nyírkarászon ez az orvosi rendelő a Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg. Ugyanitt a községháza energetikai korszerűsítését is ilyen pályázatból végezték el. Leveleken belterületi utakat aszfaltoztak újra, rövidesen pedig a piac és a ravatalozó felújítását kezdik meg. Bökönyben házakat alakítottak át szolgálati lakássá a nyár folyamán. A program 3 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy fejlessze az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú települések infrastruktúráját és alapszolgáltatásait. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falvak a kezdetektől nagyon sikeresek a Magyar Falu programban. A program 2019-es indulása óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sikerült közel 1400 nyertes pályázatot kihirdetnünk a pályázati rendszerben, és emellett természetesen folytatódott a falusi csok is, és az állami mellékúthálózat fejlesztése is. Ami azt jelenti, hogy tekintettel arra, hogy a megyében 214 olyan település helyezkedik el, amely 5000 lélekszám alatt, ugye ez a kedvezményezett köre a Magyar Falu programnak. Ez azt jelenti, hogy a program indulása óta átlagban településenként 6 nyertes pályázatot már magáénak tudhat minden kis település. És összességében egyébként megközelítőleg 20 milliárd forintot fizettük már ki ezekre a pályázati fejlesztések. Jövőre is 14 pályázati kiírást hirdetnek meg, melyekből néhány már januárban megjelenik. A miniszterelnökség idén is felmérte a falvak igényeit, ennek megfelelően újra lesznek újdonságok a fejlesztési lehetőségek között. A tárca emellett azon dolgozott, hogy a pályázatok átfutási ideje lerövidüljön, így a falvak gyorsabban juthatnak hozzá a megítélt támogatáshoz. Az eljárásrend az eddig is híresen jó volt a Magyar Falu programban, hiszen úgy ismerik a Magyar Falu program pályázatait, mint a gyors, rugalmas, a méltányosság intézményét is ismerő pályázati eljárást. De ezt még tovább tudjuk gyorsítani, hiszen eddig is vállaltuk azt, hogy a pályázatok kiírását követően legkésőbb 120 napon belül döntéseket hozunk a pályázatokról, ezt még tovább tudjuk gyorsítani nagyjából 90% környékére. Ez azt jelenti, hogy korábban jutnak a nyertesek a pályázati támogatáshoz, ami ugye azért is fontos, mert hogyha közben az építőanyagárak változnak esetleg, akkor így ennek segítségével ki tudjuk küszöbölni azt a kockázatot, hogy önerőhöz kelljen folyamodni a kedvezményezetteknek. Természetesen lesznek az idei évben, pontosabban a jövő évben is újdonságok, minden évben jelentkezünk újdonságokkal. Egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy mindezen újdonságokat nem mi találjuk ki, hanem maguk a falvak kérik ezeket a változásokat. A jelentősebb újdonságok közé sorolható, hogy a falusi bölcsődeépületek felújítására és azok eszközbeszerzésére is lehet majd támogatást igényelni 2022-ben. Emellett újabb elemekkel bővül az orvosi rendelő felújítására lehetőséget adó pályázat. A jövő évben már nem csak a házi orvosi helyiségek fejlesztésére kapható forrás, hanem a fogorvosi kezelőegységek és speciális székek beszerzését is támogatja a miniszterelnökség. 2022-ben összesen 70 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a magyar falvak, amelyet azonban a tárca az igények szerint akár növelhet is az év folyamán.